Five, now an $8,000. Lots of online activity right now at $8,000. $1,000 to our highest of online menjem. Bids. Hadd menjem. Nem vagyunk ilyen elvetemű gyűjtők. Csak akkor gyűjtünk, hogyha még arra is marad. De nem ez az elsődleges. Elsődleges az, hogy jól érezzük magunkat az életben, meg legyen mindenünk, utazzunk. Legyen meg a döntésszabadság a dolgokban. Meg hogy jól érezzük az életben magunkat, és ne a tárgyak uraljanak le. A tárgyak csak másodlagosak. És a tárgyak maximum kiszolgálnak bennünket, hogyha el kell adni őket, akkor eladjuk őket. Sziasztok! Mai sztárm a mi adásunkban Polgár Tündivel és családjával találkozhattok majd. Van egy 16 éves Dani, meg van aztán a apuka és a férj nagyon harmonikusan élnek. Én azt gondolom, hogy az egyik legjobb dolog a világon most kövezzem meg bárki terhesnek lenni. Én nagyon szeretem. Nőtt a cickó, meg minden, és jó volt? Erre gondolsz? Hagyjuk. Nem, az borzasztó volt. Tehát amikor tudod már, te biztos tudod, amikor már oldalra fordulni sem tudsz, mert az is kényelmetlen. Nem, igazániból azt éreztem, hogy most aztán nem kell csinosnak lenni úgy, nem kell megfelelni. Érzed, hogy ott valami jó dolog történik benned, tehát egyszerűen átszellemül az ember, hogyha igazán jókor jön a terhesség. Azt hiszem, hogy ez az is kell, hogy ne túl hamar jöjjön, és az ember ki tudja élvezni minden egyes pillanatát a terhességnek. Hogy tudd a lábfájást, a lábdagadást, a lépcső legurulást, mert szerintem az is mindenkinek előbb-utóbb megvan. Minden ilyen dolgot a végén ki tud élvezni. És azt mondta, hogy igen, ez is hozzátartozik, és ez is egy újabb élmény. Nálatok ez mindig így van? Tehát a serdülővel az élet az tök egyszerű, mert ez egy ilyen jó gyerek, most csak leült, és nem is tudom, szívesen lejött eleve. Tehát, hogy azért mi forgattunk olyan helyen már, több helyen, ahol egy 15-16 éves fiú vagy lány, hát az anyja, hogyha nem tudom mi 24 óráig könyörög, akkor sem megy le, ha itt vannak a tévések, vagy egyáltalán, ha bármit szeretne. Szóval nálatok ez ilyen jó fejek a szülők? Meg szívesen itt vagyok, hát nincs más csinálom, szóval itt vagyok. De jó fejek a szüleid? Persze. Egyébként? Hát én szeretem a szüleimet. A Dani is jó fej egyébként. Tehát ő de itt most hány éves vagy pontosan? 16. Igen, hát elvileg már bele kellett érned a legnehezebb korba. Benne vagy? Benne. Persze. De hát egyébként nyilván neki is vannak nehezebb napjai, vagy rosszabb napjai, de valamennyire azért kezelhető. De egyébként azt gondolom, azok a gyerekek, akire te gondoltál az előbb, hogy nem jön le, vagy hasonló, az is kezelhető. Ez a szülőktől is függ, nem csak a gyerektől. De hát azért az is számít, hogy hogy neveljük. Azért... Mi partnerként kezeljük a Danit, tehát nem úgy, mint akkor most mi vagyunk a szülők, és majd mi megmondjuk, és az a tuti. Ez a mi nevelésünknél se jött be, tehát azt gondoltuk nálunk se, tehát megbeszélünk mindent. Tehát még ha egy utazásról van szó, vagy bármi történik, azt is hárman megbeszéljük. A legnagyobb szava neki van természetesen, tehát a döntő szó az az övé. Hát ez azért... nem mindig, de mindenkinek van szavazata. Igen? Ez hogy van? Meséld el, Dani. Hogy mondjuk például, nem tudom, mi legyen ma a vacsora? Hát abban eléggé nagy beleszólásom van, mert ugye általában csak én eszek, anya. Ja, hogy apa nem vacsizik. Hát apa nem szokott vacsizni, szóval csak mi ketten eszünk, aztán így mi döntjük el. És abban a legnagyobb szavam, de hát mindig utazáskor is hagyják, hogy beleszóljak, meg is esmik. Van azért hangos szó is, amikor anya kiakadt, hogy de hát azért ez van. Persze. Mivel tudod kiakasztani leginkább anyát meg apát? Figyelj, van gyereket, te jártál, amikor tínédzser volt a szobájában? Figyelj, én nem mertem bemenni. Mi sem merünk sokszor. De mondjuk én a saját hálomba is időnként nehezen merek bemenni, hogy olyan napon van. Tehát, hogy például a rendetlenség az, ami felbosszantja hát a beteget miért ideg? Igen? Hát ami szerintük rendetlenség, szerintem nagyon nagy rend van. Te mindent megtalálsz. Én tudom, hogy hol van minden, aztán az tökéletes így. És egyébként is miért zavarja őket, úgy családunk ott van, nem? Nem ott élnek, szóval. És azóta zárod? Tehát azóta nem engedett be anyáikat? Ne, én beengedem őket. Amikor mentem fel, akkor azt mondta anya, hogy úgyse fog minket beengedni. Hát, én beengedek valaki. Nem, beszokott engedni, csak Tünde kopog, én meg nem. Az biztos.
készülget neked, jó, pici? Jó. És akkor a többit meg reggel megsütöm hozzá. Oké. Okay. Még valami kívánság holnapra? Sem. Holnap, kérek. Holnap nincs edzése, meg semmi. Nincs edzés. Egyből jövök sül után. Hogy van a zseppénz? Mert ugye ti jó módúak vagytok. Tehát megtehetnétek azt, hogy tudom én 200.000 forintot minden hónapban átutaltok neki, és azt úgy tölti, no, ahogy akarja. Ugye? De hát, hogy úgy megtehetnétek. Most mondtam valamit. De hogy hogy van ez nálatok, Dani? Meséld el. Hát, ha valami nagyobb, akkor mindenképpen először őket kérdezem meg. De így közép kategóriában is bőven. De ha mondjuk egy rágót akarok venni, akkor egyértelműen. Nyilván nem. Igen, nem, de... Persze, tudja kezelni a pénzt? Pólót venni magának, hogy valami, az nem probléma. Azt tudja a saját. Szólnak a pénzt? Nem. Nem. Nem szólnak. Abszolút nem. Tehát megbíztok benne ilyen szempontból is gyakorlatilag, abszolút. Hogy hát még nem pont annyit költöm. Még nem adott okot arra, hogy ne bízzunk meg benne. Uh-huh. Tehát még... De tanítottátok neki egyébként? Tanították anyáék? Vagy csak lefigyelted, hogy hogy osztják be a pénzt? Hát valamire lefigyeltem, igen. Uh-huh. Meg úgy magamtól, magamból is tanultam. Nem, mondjuk egész pici volt és akart egy legót, akkor mindig az volt a feladat, hogy jó, akkor menjél az internetre és keres egy kupont hozzá, hogy olcsóbb legyen neked. Aha. Tehát, hogy arra mindig oda figyeltünk, hogy tudja, hogy igenis meg kell nézni, hogy nem, akkor most teljesen mindegy, hadd szóljon, hanem nézzük meg, hogy hát ha azt jobb áron, vagy jobb helyen meg lehet vásárolni ésszel. Csajózás van már? Van? Vagy ezt anyuéknak nem mondjuk meg? De hát anyuéknak általában nem. Nekem meg lehet. Mert én együtt is elmehetnék. Apa erre vágyik. Hogy együtt megy a fiával csajozni. Na. Hát nem, ez valamennyire magamnak tartom ezt az információkat. Magánszférát, igen. De hát végül is... De tudja, hogyha bármi van, akkor őt hozzánk kérdezhet, segítünk, elvisszük, érte megyünk, tehát ezek... De kioktattátok egyébként? Kisebb korábban, hogy van ez a férfinő dolog, meg hogy egyáltalán édesen. Mire kell figyelni, mint ugye fiús apuka, anyuka. Én soha nem felejtem el, amikor megvettem a, azt hiszem, kis kukinak hívják, egy ilyen helyes kis kék könyvecske. Olyan 10 éves lehetett a Dani, beállítottam a szobájába, úgy penderített ki vele, úgy megszégyenültem azzal a könyvvel, hogy nem gondolom komolyan, hogy ő majd ezt olvasgatni fogja. Apukája azért próbálta felvilágosítani, csak tudod, attól fél az ember ilyenkor, hogy már túledukálták magukat az interneten. Akármennyire az internet kontrollálásával azt sikerült elérnem, hogy mintán ugye bizonyos szavakat beírtam, hogy ne lehessen sehol rá keresni. Egy idő után nem tudta a szex szó. Egy idő után volt, hogy nem tudtam a hírportára se föllépni, mert engem is letiltott. Kicsit ügyesebb volt ebben a tekintetben. Föltörted a történetet, megoldottad. Ez erőbélyen hallgat. Az egy Lira óra, ez így egyébként 18. század, vége 1800 körül készült Franciaországból, ezek itt mind alatt a lévők is Franciaországból. Tehát ránézel, akkor visszakapcsolódik a történet, és amit olvastál róla, meg tudod, hogy milyen körülmények között kiknek a szobájában volt. Én valamire ránézek, nem csak azt tudom, azt is tudom, hogy én hol vettem, kitől vettem, hogy került hozzá, de elsősorban, amikor ránézel, akkor ugye azt kell tudnod, hogy ez honnét származik, milyen korból származik, milyen országból származik, mit képvisel. Te is gyűjtő leszel? Így műkincskereskedésre soha nem akartam belemenni. Uh-huh. Tehát nem valószínű műkincskereskedő lesz. Hát nem, soha nem is szerettem, valamennyire taszít is így engem. Hoppá! Szeressél aukciókon ott lenni? Régen. Főleg, ja. Amikor még kisfiú volt, akkor úgy örülök. Ameddig én nem tudtam sehol máshol menni, addig. Ez egy jó játék volt, igen, gyerekkorodban. Hát meg hát apa csinálta, és ugye apára így persze. Néztél, akkor most meg már azért vannak kérdőjelek. Hogy biztos, hogy az kell-e. Meg más jövőképek. Hát igen, meg vannak a saját célaim, és is hova akarok eljutni. No, és hova? Hát, ugye, amit szoktam mondani, ami valamennyire ilyen cheesy, vagy klisé, az, hogy ma akarom változtatni a világot. Hát, igen, valamennyire ez. De hát mindenképpen sok emberhez akarok eljutni, uh-huh. Így médiába, mint ugye a YouTube csatornát is ezért csinálom. Hát influencer szeretnél lenni, felvállalva dolgokat, tehát, hogy ügyekért kiállni?
Mindenképpen igen. Hát van a dolga. És az nem a műtárgykereskedés, ugye? Hát nem. És nem a képzőművészet, ugye? Nem. Hanem minek az ügye? Hát, sok dolog. Rasszizmus, ilyesmikért kiállni. Uh-huh. De szerintem ez tök normális, hogy 16 éves gyerek ilyen álmokat sző. Ez még lehet, hogy 20 éves korában megváltozik, hogy csak ez elfoglalkozzon. Ki tudja? Hadd építse. Apa nem. Nagyon el van keseredve, azt nem. Már nincs. Egyáltalán, hiszen már, én már nem vagyok aktív, hát nincs mit folytasson adani. A gyűjtést, azt meg nagyon sok olyan gyűjtővel találkoztam életemben, aki amikor meghalt, akkor a gyerekei így pár perc alatt adtak, és arra vártam, én ebből éltem, hogy ezek a gyerekek jöjjenek, és már a gyűjtőnél hiába kuncsologtam, az nem adott el semmit, de a gyerekek azok fenekére vertek a dolgoknak, mert éppenséggel nem szerették meg, mert a gyűjtő az nem adott semmit az életbe vissza a gyerekeinek, nem vettek egy autót, sem nem utaztak sehova, csak a gyűjtemény volt a lényeges. Azért ez nálunk nem így van. Tehát mi nem vagyunk ilyen belvetemű gyűjtők. Csak akkor gyűjtünk, hogyha még arra is marad, de nem ez az elsődleges. Elsődleges az, hogy jól érezzük magunkat az életben, meg legyen mindenünk, utazzunk. Legyen meg a döntésszabadság a dolgokban. Meg hogy jól érezzük az életben magunkat, és ne a tárgyak uraljanak le. Ugyanúgy mind a ketten szoktunk árverezni, tehát. Csak én másra. Ja, te ékszerekre buksz. Igen, hát ő az ékszerekre buksz. Táskák, ilyen dizájntárgyak. Ilyesmi. És te pedig inkább az ezüst tárgyak és a festmények. $4,500. Jó. Jó. Beszéltünk arról, hogy te cipőket, táskákat, ilyesmiket szoktál inkább árverésen nézegetni. Ékszereket. És ékszereket leginkább. Hogy milyen cipőre vágysz most? Mit meséltél? Van egy cipő, egy olyan 10-15 évvel ezelőtti modell, aminek a termékenység istennője a sarka. De az a tipikus dél-amerikai, tudod, ez a ez nagyon csöcsös, nagyon pocakos vastag combú, de egy tündér, tehát egy ilyen kis szobor a sarka. És akkor nem pink korszakomat éltem, és csak pinkben lehetett kapni. És azt gondoltam, hogy nem adok kérte annyi pénzt, mert nem fogom felvenni, mert pink. Na most azóta is vadászom, már bármilyen színben jó lenne. Igen, gyönyörű pink szoknyáid vannak például, igen, imádom lenne, őket. Igen, bármilyen színben, de nincs, csak 35-ös. Úgyhogy már több aukciós háznál ott van, hogyha van, akkor szeretném, mert ezek ugyanúgy gyűjtő darabok. Tehát ezeket nem azért veszi meg az ember, hogy agyon hordja, felveszi egyszer vagy kétszer, de ezek gyűjtő darabok, tehát ugyanúgy design tárgyakról beszélünk. Uh-huh. Tehát ugyanúgy, mintha megnézed azt a táskát fönn, az sem egy táska-táska, hanem az is egy darab történelem. Tehát, ez biztos. Gyönyörű. Ha ötleteket meg kell még fogalmazni esetleg, mondjátok el azt az öt fontos dolgot, hogy hogyan lehet így harmonikusan együtt élni. El tudjátok mondani? Lehet ilyen receptet adni? Nagyon nehéz, mert ezzel nem is gondolkodtam én se soha. Mert nálunk az, hogy így élünk, az egy ilyen természetes közeg, és nincs ez kitalálva, tehát nincs ez megkomponálva, hogy akkor most mi így élünk, hogy így neveljük a Danit, vagy így állunk egymáshoz, vagy a gyerekhez. Inkább az befolyásolja, hogy valóban a Tünde egy ilyen viszonylag jó szellemiséget hoz ebbe a dologba, és a Dani egy jó alapanyag. Tehát valószínűleg született egy jó alapanyag. Én meg hát elcsesztem két dolgot, most a harmadikat már nem olyan könnyű. Nem, szerintem, hogyha az ember a saját magát a helyén kezeli egy ilyen családban, vagy bármilyen természetes összetartó közegben, tudja, hogy mi az ő szerepe, tudja, hogy ki, mi az ő gyengéje, ki tudja támogatni, és ki az, akit neki kell támogatni, akkor szerintem ez egy tökéletesen működő dolog. Uh-huh. Tehát itt a minden egyes tagja a családnak, valamiben erős, valamiben gyenge, és kiegészítjük egymást. És azt tudjuk, hogyha bármi történik, akkor összezárunk, és együtt. És ez a legfontosabb. Lehet, hogy egy ideig így hárman zárunk össze, de ezt lehet, hogy egy idő után csak kettecsként, így van. Ez előfordulhat így, mert hát azért ez teljesen normális. Persze, azért 40 évesen csak nem fog már velünk élni. Hát, azt nem tudhatod.
Jó, hát akkor köszönöm szépen ezt a részét. Tessék? A terv az, hogy nem. Hogy valószínűleg azért egy pár év múlva azért kirepül, picit is aztán utána meg nagyon. De mindig megmaradnak a gyökerei, és mindig... Ránk mindig számíthat. Hát minden esetre kívánom nektek, hogy ugyanilyen harmonikus maradjon a kapcsolat, akkor is, ha majd berepül egy lánka a történetbe, mert hogy akkor is négyen is harmóniába kell, hogy maradjatok. És hát, hogy valamit nagyon jól csináltatok, hogyha egy serdülő fiúval ilyen megértésben tudtok együtt élni. Aztán majd figyeljük azokat a videókat, aztán lehet, hogy kiderül, hogy majd berakunk akcióba olyanokat, ami pont homlok egyenest ennek az ellenkező. Szóval köszönöm szépen. Sziasztok! És köszönjük! Sziasztok! Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Most itt, vége! Itt.